És most tényleg utoljára hozom szóba a Ferencváros, de már szívesebben fogsz erről beszélni. Hát a Magyar Kupában összetett a sorsával a Ferencvárossal, ez megmentheti a szezonotokat? Nem hiszem, hogy megmentheti a szezonunkat. Az mentheti meg a szezonunkat, ha az utolsó három mérkőzésre legalább, most mondom valamit, kettőt nyerünk, egyet x-elünk, vagy mind a hármat nyerjük. Én úgy érzem, akkor a középmezőnybe oda tudunk kerülni, és nem kell már végét nézni a tabellának. A Ferencváros egy teljesen más mérkőzés. Én úgy érzem, hogy ott eddig egy Ferencváros mérkőzésen se volt gond, amióta én itt vagyok, ha kikaptunk, ha nyertünk, hogy a hozzáállással, vagy a fegyelemmel, mert ott mindenki tudta, hogy miről van szó. Szeretnénk tovább jutni a kupába. Lehetett volna szerencsésebb a sorsolás is, lehetett volna nehezebb is, bármi lehet. Én remélem, hogy jól fognak szórakozni a szurkok, és tovább fogunk jutni. Egyébként ilyenkor te mennyire izgulsz egy Ferencváros mérkőzés előtt, mondjuk, hogy alszol rendesen előtte, vagy most már az a magad rutinjával, a 34 éves rutinnal már tudod, hogy ez mi lesz? Alszok mérkőzés előtt, van egy nagyobb druk bennem, de játékosként azt kell mondanom, hogy többi játékos felé, vagy aki nem játszott ilyen mérkőzés, az nem tudja, hogy milyen hangulat van. Legyen az a régi Üllői út, vagy a Népstadion, vagy legyen a Megyeri út. Én mindenhol szerettem újpestfaludi meccset játszani, úgyhogy egy kicsit nagyobb rúg van bennem, de azért tudok mérkőzés előtt aludni. Ismerve a te emberi természetedet, azt hiszem nem tévedek, hogyha te tényleg úgy gondolkodsz, hogy ez egy nagyon ősi és nemes rivalizálás, mint sem egy ellenségeskedés. Tehát nem ellenségei vagytok egymásnak, hanem ellenfelek. Most lehet, hogy pár újpesti szurkoló megkövesz, de nekem vannak ferencvárosi szurkoló haverjaim, akik járnak ki mérkőzésre és fradi mérkőzésre is. Én nem hiszem, hogy ez nem szeretem ezt a háborúskodás szót, meg én azt se szeretem, ha lelátóról kiabálják, hogy harcoljatok, mert annak semmi értelme, futballozzatok, ha azt kiabálják, az normális. Ez egy rivalizás, és azért azt át kell érezni mindenkinek, hogy ez milyen fontos az adott csapat szurkolóinak, úgyhogy ezért is kell megszakadni egy ilyen mérkőzésen a pályán.